Jaj, bocsi, Flop. Csak segítünk növényt öntözni. Helyes. Tessék, itt a finom víz. Ó, az meg mi? Levelek. Nem, nézd! Szia! Túl sötét ez a lyuk. És nedves és nyálkás. Oda néz, ez egy béka! Ó, szia béka! Szia ugri! Boing, 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 boing! Ó, ha én béka lennék, ettől megijednék. Ugye nem akarod megijeszteni? Nem. Nincs mitől félned. Maradj itt velünk. Gyerünk, béka, ugorj! Ó, milyen nyálkás! És hogy kidülled a szeme? Tartsuk meg! Hol? Építsünk házat! Jó, egy békaházat! Ó, ez pont jó lesz háznak! Csak óvatosan! Gyere, ugri! Miért nem megy be, Flop? Legyünk türelmesek! Talán nem tetszik neki a vödörház, Bing. Ó, tetszik neki! Ó, óvatosan. Nézd, bement a házába. Az én békám. De hiszen együtt találtuk. Megtarthatom, Flop. Ez csak ugrin múlik. Ha tetszik itt neki, akkor marad. De ez egy vödör. Otthonossá kell tennünk. Igen. Hogy kényelmes legyen. Vajon mire van szüksége? Ebédre! Igen, hozzunk neki enni. Várj meg itt, ugri! Sajt. A békák nem esznek sajtot. Ó, akkor adjunk neki szőlőt. Már is viszem. Szőlő. Bing! Az az én szőlőm. Megkínálhatom ugrit a szőlőddel, Szulá. Na jó, de csak kettőt kaphat. Én salátát adok neki. Rá sem hederít. Hozzunk neki inni. Tej. Szőlő és saláta és tej. Szerinted szereti? Nem tudom. Talán aludni szeretne. Ahhoz ágy is kell. Bing! Pohárban nem tud elaludni. Majd meglátod. Gyere! Kellemes kis zúg. Lehet, hogy fázik. Ne aggódj, ugri! Keresünk valami meleg takarót. Ez jó lehet. Igen, vigyük. Nézd csak, ugri, hozzuk a plédet. Bing! Hol van, ugri? Ugri. Eltűnt. Ugri, merre vagy? Ugri! Ugri! Gyere vissza! Ó, ne! Mi a baj, Bing? Nem találom ugrit. Nem tetszett neki a háza. De hát megvolt mindene. Ez igaz? Mit adtatok neki? Szőlőt, salátát és tejet is, hogy egyen. Szőlőt, salátát és tejet? Igen. Egy békának? És ágyat és takarót. Egy ágyat és takarót? Egy békának? Otthonos házat is csináltunk neki. Nagyon szép ház, de nem békának való. Sokkal szebb, mint a csatorna. Igen, egy nyálkás csatornában lakott. Oho, megmutatnátok? Nézzétek! Ugri! Te mit csinálsz oda bent? Ott vár a békaház. És a szőlő. Itt minden sötét. És vizes. És nyálkás.
Talán így érzi jól magát. Sötétben, vizesen, nyálkásan. Nos, végtére is béka. És ez az ő háza. Ez az otthona. Bizony. És itt is marad? Valószínűleg, míg a cső sötét, és vizes, és nyálkás. Jól van, Ugri. Én nem élvezném. Persze, hogy nem, Szula. De nem is vagy béka. Szula egy béka. De nem vagyok az. Kvák! Sziasztok! Szulával találtunk egy békát, és csináltunk neki egy házat, és finom ebédet is, de Ugrinak nem tetszett, és szomorú lettem. Ugrinak volt saját otthona, de a sötét, vizes és nyálkás. De aztán Ugri eltűnt, mert visszaugrált egészen a házáig. Az én házamban van egy ágyam és takaróm, de csak mert nem vagyok béka. Ők máshogy érzik jól magukat. Békát találni? Amolyan bing szokás. Boing, boing, boing. Most, hogy jól összegyúrtam a tésztát, ki kell nyújtani laposra a nyújtófával. Hadd csináljam én. Tessék, Bing. Flo, a mi mézes nyuszi sütink is úgy fog kinézni, mint azon a képen. Kicsit mindig máshogy néz ki, de nagyon hasonlít ezekre a képen. Nyom csak rá erősebben. Hédni, már csak annyi a teendő, hogy a tésztából nyuszi formát szaggatunk. Berakjuk a sütőbe, és aztán kidíszíthetjük. Aztán meg befaljuk. Nyam, 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 nyam. Próbáld meg. Köszönöm, Flop. Ez lesz Kokói. Ez pedig az enyém. Ez pedig Charlie. Találd ki, Flop, hogy ez mi? Ez nem mézes nyuszi, igaz? Nem, hanem mézes Flop süti. A tiéd. Köszönöm, Bing. Na jó, akkor süssük meg ezeket a mézes nyuszi sütiket a forró sütőben. Állj hátrébb! Mézes nyuszi süti! Nyam-nyam! Indíthatom én a csipi-csipogót? Persze! El kell kicsit fordítani. Csipi számolja a perceket, aztán... csenget, és szól, hogy a mézes nyuszi süti elkészült. Már megsültek? Még nem. Fordítsd el az egyik irányba. Ne felejts el csengetni, Csipi, és szólni, mikor sültek meg a nyuszik. Elkészültek már? Nem, még nem. Csipi még nem csengetett. De ha Csipi elfelejt nekünk szólni? Nos, akkor a mézes nyuszi sütik a sütőben maradnak és megégnek. Hopp, de nem felejti el. Ez Kokó és Charlie. Szia, Flop! Szia, Bing! Szia, Kokó! Képzeld, mézes nyuszi sütit sütünk! Imádom a mézes nyuszi sütit, de Flop! Charlie kicsit... büdi! Szerintem bekakilt! Gyere velem, Charlie! Kicseréljük azt a pelust! Köszönöm, Flop! Az alátétet és a pelenkát is itt találod! Letakarítjuk a popsidat, Charlie! Ezen az oldalon répa van, a túloldalon pedig retek. Tényleg? Ma inkább répás napon van, ezért ezen az oldalán pelenkázunk. És akkor a törlőkendőt ide rakjuk, az alátét meg középre, és most Charlie-nak szépen kitakarítjuk a fenekét, és tiszta pelenkát adunk rá. Itt a törlőkendő. Köszönöm, Bing. Nos akkor, cseréljük ki azt a pelust. Fúj, tiszta pisi és kaki. Persze, hogy az, hisz még kisbaba. És nekik ez a dolguk. Te is ilyen voltál, Bing, ahogy én is. Nem, én nem. Kész vagy, Charlie. Tiszta a popsid. Flop, mi ez az éget szag? Egek. A mézes nyuszi süti.
Maradj ott! Mi történt? A nyuszi sütik túl sokáig sültek. Nem hallottuk, mikor Csipi szólt, hogy elkészültek. Csipi, nem szóltál, hogy megsültek. Csúnya dolog. Csipi biztos szólt, hogy kész vannak, csak mi nem hallottuk. És mi lesz a nyuszi sütikkel? Ó, így nem lehet őket megenni. Ezek a nyuszi sütik nem is olyanok, mint a képen, Flop. Mind megégett. Így nem olyan finom. Biztos nem lehet megenni, Flop. Nem igazán. Ó. Így nem olyan jó az íze. Ó. De még ki kellett volna díszítenünk, mint a képen. Kihűltek már? Igen. Én azért kidíszítem az enyémet. Inni! A nyuszi sütim boldogabb lesz, ha nem eszem meg. Szia! Nyuszi süti vagyok. Nagyon örvendek. Jól érzi magát, még ha meg is éget kicsit. Vajon hogy van a többi nyuszi süti? Nézd csak! Az én nyuszi sütim is boldog. Nem fogom... Nem eszem meg. Igen, tényleg boldognak tűnik. A tied is boldog, Flop? Igen, nagyon boldog. Tényleg. Charlie nyuszi sütijének is rajzoljuk meg az arcát. Már is? Olyan, mint Charlie. Ne féljetek, nyuszi sütik. Nem eszünk meg. Csak játszunk veletek. Szia, Charlie nyuszi süti. Játszol velem? Szia, Bing. Szia, Charlie. Szia, Flop! Szia! Charlie vagyok. Ó, valaki cserélje ki a pelust. Nézd, Flop! Charlie-nak is tetszik. Örülök, Bing nyuszi. Flop, a nyuszi sütit készítettünk. Csináltunk egy Bingest, egy Kokóst, egy Charlie-st és egy Flopost. De nem hallottuk, mikor Csipi szólt, hogy megsültek. Ezért sajnos mind megégett a forró sütőben. Pedig ki akartuk díszíteni őket, ahogy a képen. Ha megég a nyuszi sütid, azt nem szabad megenni, de helyette lehet a mézes nyuszi süti barátod. A nyuszi süti sütés amolyan Bing szokás. Még táncolnak is. Az, amire most gondolok, annak színe... rózsaszín. Ó, a könyv! Nem. A virág? Nem. Ó, már tudom. A ruhád. Igen. Hurrá! Én jövök. Az, amire most gondolok, annak a tárgynak a színe... narancssárga. A lámpa. Nem. Narancssárga... egy répa! Csacsi szulá! Nincs is répa a szobában. Mennyire szeretem a répát. Én nyam, is. Nyam. Répát szeretnék ebédre. Flop! Igen? Kaphatnánk egy kis répát ebédre? Hát persze. Ó, elfogyott. De én répát szeretnék sütivel, Flop. Ne búsulj, nem történt semmi. Paula boltjában mindig van répa. Megyünk Paula boltjába. Szerintem maradjunk itt. Rendben. Inkább itt maradok Szulával. Ez menjünk az. Játszani. Jól van. Ama majd vigyázz rátok. Hát persze. Nem sokára jövök. Halihó, gyerekek. Szia, Flop. Szia, Flop. Most én következem. Az... amire most... Az enyémet még nem találtad ki. Ó, jól van. Szabad a gazda? Igen. Megint a ruhádra gondoltam. Arra a csíkra. A szalagomra. Én jövök. Az, amire most gondolok, annak a színe... kék. A párna? Á, ez nem ér. Túl gyorsan kitaláltad. Az, amire... Szula, de hát most én jövök. De alig volt időm kitalálni valamit. Nem jöhetsz te kétszer egymás után. Flop! Flop! Flop elment a boltba. Nem sokára jön. Amma, a játékban ki következik?
Tudjátok mit? Azt hiszem, én jövök. Hurrá! Reméltem, hogy engem is bevesztek. Anna következik. Lássuk csak. Az, amire most gondolok, annak a színe barna. A szék? A süti? Nem. Találgassatok. Flopra gondoltál. Hol van Flop? Szula a fényképre gondolt. De nem az. Az ananász mágnes. Ügyes vagy, Szula. Flop nincs itt. Jaj, Bing, azért nincs itt, mert a legszebb répákat válogatja neked Paula boltjában. Nem sokára hazajön. Hát persze. Segítsetek nekem megteríteni az asztalt. Jól van. Jó, én itt fogok ülni. Az a te helyed. Hol van a pingvin bögre és a hopitívus tányér? Mindig abból eszem. Ne haragudj, Bing. Nem tudtam, hogy mindig ugyanazt használod. Flop tudja. Hát persze, hogy ő tudja. Figyeljük együtt Flopot. Jó, talán már ott áll az ajtóban. Innen észre fogjuk venni. Vigyázz, Bing! Ó, drágám! Ez nagyon fájt. Szegény Bing. A gonosz kis ajtó rácsukódott a szegény nyuszi kezére. Gyere ide, hadd öleljelek meg. Én Flopot akarom. Tudom, kis drágám. Mit szólnál, ha felhívnánk őt, és mesélnél neki a balesetedről? Jó. Én meg idehozom neked hopitívust. Halló, itt Flop. Most nem vagyok elérhető, de se baj. A sípszó után hagyj üzenetet. Flop, Bing vagyok. Bibis lett az ujjam. Hol vagy már, Flop? Hol marad már Áma? Megtaláltam a telefonját. Ilyen hangot adott. Bzz, bzz. Hát ezért nem vette fel. Itt felejtette a telefonját. Flopot akarom. Jaj, Bing. Flop vásárol. Sok-sok incsiklandó répát hoz neked. Bizony, ropogós, mézédes répákat. Mit gondolsz? Megtett már a bevásárló kosara? Igen. Játsszuk azt, hogy répát vásárolunk. Lehetek én Paula? Remek ötlet, Szula. És Bing, te lehetnél Flop, aki Paulánál vásárol. Flop Paulánál. Flop Paula boltjában. Jól van. Hello, Flop! Óhajtasz répát? Igen, kérek szépen. Még hozzá sokat. Parancsolj! Még egy kicsit. Mennyibe kerül ennyi répa? 25 fontot kérek szépen. Köszönöm, Paula. Parancsolj. Viszlát, Paula. Viszlát, viszlát, Flop. Viszlát? Flop! Flop! Szia! Végre! Micsoda fogadtatás? Hiányoztál. Bibis lett az ujjam. Már nagyon vártam, hogy visszaérj. Hát itt vagyok. És hoztam neked répát. Répa! Jaj, de imádom! Sziasztok! Répát kértem ebédre. Ezért Flop elment a boltba, én pedig otthon maradtam Szulával. Aztán a postaláda rácsukódott az ujjamra. Flop nem volt itt, hogy megvigasztaljon. Annyira szomorú voltam nélküle. De aztán vásárlósat játszottunk, ami nagyon mókás volt. És aztán tudjátok, mi történt? Flop hazajött, ahogy ígérte. Hiányolni engem nem más, amolyan Bing szokás. Úgy szeretlek, Flop. Ez itt a mi házunk. Ez pedig Pandóék háza. Nem fér ki. Nincs ennél nagyobb papírunk. De van helyette krétánk. Nagy kréták. Pont amire szükségünk van. Most hova megyünk, Flop? Odakint sokkal jobban elférünk. Bármekkorát rajzolhatsz. Hol? Ott. Rajzolj a járdára. De az csúnya dolog. Nem lesz baj. Próbálj csak ki. Tessék. Oké. Az micsoda? Ez egy szem. Egy szem? Jó nagy szem. Igen,
Egy dinoszaurusz szem. Ó! Oh. A dinoszauruszomnak hatalmas lábai vannak. Bam, 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 bam. És ez micsoda? Ez a hosszú farka, amivel mindent elsöpör. Bam, bam. Dinoszaurusz, akinek nagy, nagy feje van. És itt... Tudom, hogy mik azok. Nagy, nagy fogak, amivel... Ne félj tőle, nem fog megenni. Ó, de jó nekem. Flop, mit tesznek a dinoszauruszok? Ó, hát az attól függ. Vannak növényevő dinók, de vannak olyanok is, amelyek más dinókat esznek. Ó, fúj! Az én dinom kedvence az epres fagylalt. Nyam, nyam, nyam. Ó, igen, fagylalt. Nyam, nyam, nyam. Ó, nagyon szeretheti a fagylaltot. Igen. Flop, honnan jönnek a dinoszauruszok? Tojásból kelnek ki. Amilyet reggelire szoktál csinálni? Igen, csak a dinó tojás sokkal, de sokkal nagyobb. Ilyen nagy? Igen, legalább ekkora. Oké. te fejezd be ott. Jó, rendben. Pötty, pötty, pötty. Na, mi a következő szín? Kék, a csíkjainak. Nem kell félni, csak fagylaltot eszik. Miben segíthetek még? Lila, a cikcakjainak. Cikicaki, cikicaki. Szia, Paula. Szia. Tényleg jó cikcakkos. Szia, Paula. Szia, Flop. Szia, Paula. Bing, milyen csodás dinoszaurusz. És ezek a gyönyörű cikkek, na meg azok a cakkok. Én nem nyúlnék hozzá. Nagyon élesek. Ó, köszönöm. Hopp. Paula. Viszlát később. Viszlát. Kész. Oh. Csinálhatunk róla fotót? Persze. Hozom a telefont. Megnézhetem, milyen lett? Persze. Látszik a dínóm. Bizony, egy pöttyösaurusz. Flop. Ójaj. Csinálsz még egyet? Jól van, Bing, de igyekeznünk kell. Elerett az eső. Ne, a dínóm. El fog tűnni. Igen, el fog tűnni. Elmossa az eső. Hozok esernyőt. De... jaj, ne! Bing! Te maradj ott, azon az oldalon! Nem tarthatjuk szárazon a dinoszauruszodat. Szakad az eső, és a kréta nem szereti a vizet. A dinó túl nagy, hogy beférjen az esernyők alá. Ne! Bújj ide! Nézd, Flop! Eltűnt a farka, és most már a lába is. Úgy tűnik, eláll. De a dínom akkor is felszívódott. Igen. Szeretném, ha visszajönne. Nem jöhet vissza, Bing. Krétával készült. Oh. De a fénykép örökre megőrzi neked. Emlékszel? Igen. Ó, nézd csak! A dínó szeme még mindig itt van. Ez most már nem is dínó szem. Tessék! Ez egy pöttyösaurusz tojása. Valóban. Ügyes vagy, Bing Nyuszi. Sziasztok! Képzeljétek, rajzoltam a járdára. Ha krétát használsz, az nem tilos. Szóval, rajzoltam egy dinoszauruszt.
ez volt az én hatalmas pöttyaszauruszom. De aztán túl sok eső esett, és a víz teljesen elmosta a nagy dinómat. Szomorú lettem, de aztán rajzoltam valami mást. Egy óriási pöttyaszaurusz tojást. A kréta rajz nem tarthat örökké, de semmi baj, hiszen mindig rajzolhatsz valami mást. Kréta dínó rajzolás, amolyan Bing szokás. Milyen remek kis nap volt, nem ez igaz, Pandó? Ez elképesztően jó volt. Mikor megyünk vissza? Nézd! Ég veled, Viszlát! Imádom a strandot. Én is. Szeretnétek még visszamenni? Ó, igen, menjünk még. Jó így, Bing. Pandó, még nem mehetsz haza. Nálunk hagytad Bulabalút. Bulabalú! Igen, szükséged lesz rá. Nem sokára lefekvés. Bulabalú, Bulabalú! Merre vagy? Merre vagy? Hol vagy? Így né. Ó, hát itt vagy. Mutassuk meg neki, hogy mi mindent találtunk. Jó. Nézd, Pandó! Ó, a kagylóházak! Megkínálhatlak egy kis teával, Paula. Köszönöm, Flop. Ez nagyon tetszik. De ez tetszik a legjobban. Azt én találtam. Az enyém. Ezt megtarthatod. Olyan, mint egy répa. Répa kagyló. Nyam, 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 nyam. Egy nekem, egy neked. Egy neked és egy nekem. És egy neked. És egy nekem. Flop, gyere és nézd meg! Enyém a csíkos kagylóház. Oh. Igazán szépek. Olyan illat van, mintha a tengerparton lennénk. Talán még hallani is lehet a tengert. Csacsi Flop, a tenger nincs itt a szobában. Hallgass csak! Mégis hallani lehet a tengert. Én is meghallgathatom. Persze. Én is hallom a zúgást. Figyelj. Igen. Pandó. Elmosottál? Nem. Bújócskázzunk. Jó. Mindjárt lefekvés idő van. Csak egyet. Jó, csak egyet. Én bújok el! Én vagyok a hunyó! Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz! Aki bújt, aki nem, jövök! Pandó nagyon ügyesen bújkál. Oda búj! Megvan! Itt lesz! Rendben. Nem ide bújt. Flop, sehol sem találom Pandót. Szeretnéd, hogy segítsek? Igen, légy szíves. Nos, nézzük meg az emeleten. Mit gondolsz, hol lehet? A szobámban. Nézzük meg. Pandó kagylóháza! Nézd, Flop! Pandó az ágyamban bujkál! Nem hinném, hogy bujkál. Nézd csak meg jobban! Flop! Elaludt! Az én ágyamban! Ébresztő! Bing! Milyen jó búvó helyet talált! Nem is bujkál! Elaludt! Az én ágyamban! Felébresztenéd nekem, Flop! Ha elaludnál, te sem szeretnéd, hogy felébresztenek, Bing. Nem, nem szeretném. De így mi lesz velem, Flop? Én hol fogok aludni? Az ágyadban. Elég nagy mindkettőtöknek. Mint egy ott alvós buli. Igen. Nézd csak! Mit szólnál, ha Pandóval osztoznál az ágyadon? De Pandó nem vette fel a pizsamáját. Nem.
túl fáradt volt hozzá. Bizony. Én is alhatok úgy, hogy nem húzok pizsamát. Persze. El kell mennem vécére. Jó ötlet. Utána pedig mos fogat. Gyere! Vicces ebben az irányban aludni. Hopp, hopp. Parancsolj! Oda raknád Pandó mellé? Léci, Flop! Hát, hogy ne? Hogy hallja a tengert, amikor felébred. Nagyon fog örülni. Ügyes vagy, Bingnyuszi. Tessék! Hopiti! Szép álmokat! Aludj jól! Jó éjszakát! Jó éjt, Bing! Jó éjt, Paula! Holnap találkozunk, Pandó! Pandóval strandolni voltunk. Aztán szétosztottuk a kagylóházakat. Az enyém olyan, mint egy répa. Pandó a csíkosat választotta. Olyan a hangja, mint a tengernek. Aztán elkezdtünk bújócskázni, és Pandó elbújt az emeleten. Elaludt az én ágyamban. Ez nem tetszett nekem, mert az az én ágyam, nem az övé. De Paula azt mondta, hogy ez olyan, mint egy ottalvos buli. Az osztozkodás amolyan Bing szokás. És nem is kellett pizsamát húznom.